ha fölnéztek a táblára, ott mit látható? Mi? Bohorockát. Így van. A beporzókat ünnepeljük a héten. Miért fontosak a méhek? Azért, hogy legyen gyümölcs. Gyümölcs legyen is. Mert méh. Meg méh is legyen. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hamarosan nyílnak a virágok, s vele együtt kirepülnek a méhek, a pillangók. A gyümölcsösökben is meg annyi állatfaj közös munkája járul hozzá majdani finom terméshez, gyümölcshöz. Legmeghatározóbb a méhek feladata, a beporzók szerepére pedig a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban is felhívják a fiatal korosztály figyelmét. A természetvédelemnek is megvannak a jeles napjai, ezért március 10-én a beporzókat ünneplik, akik azért nagyon fontosak, hiszen nagyon aprók, szinte a hétköznapjainkban nem is gondolunk rájuk, észre sem vesszük őket, pedig nagyban hozzájárulnak a környezetvédelemhez, a biológiai sokféleségnek a kialakításához, és nélkülük nagyon nehéz dolga lenne az embereknek, nagyon nehéz dolgunk lenne a föld védelmével kapcsolatban, hiszen az ő munkájuk hozzájárul ahhoz, hogy a virágok, hogy a növények elkezdjenek virágozni, hogy az állatoknak legyen mit enniük, úgyhogy ezek a kis rovaroknak a munkája nagy léptékben megkönnyíti mind az emberek, mind az élőlényeknek a munkáját. A beporzók hete alkalmával az óvodások, iskolások mézkóstolással egybekötött interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a Mátrajai Méhészek Egyesületének közreműködésével. Mátrajai méhészek 1997 óta vannak együtt, egyesültek, és szeretnék a közös erővel megoldani a méhészeknek a problémáit, és együtt meghatározni a jövendő méhészeknek a céljait. Céljuk továbbá, hogy minél kisebb korban bevonják a gyermekeket a természet, a méhészet a méhek világába. Nagyon sok munkájuk van vele a méheknek, de még a méhészeknek is, hogy egy-egy üvegcsemész az asztalunkra kerülhessen. Itt Magyarországon nagy gasztronómiai kincsünk a magyar méz, mely kiváló minőségű, és a magyar méhészek is azon dolgoznak, hogy ezt minél népszerűbbé tegyék a magyar, akár a magyar és akár a külföldi fogyasztók között. Kifejezetten dolgoznak azon, hogy egy külön iparágat építsenek fel erre, akár idegenforgalommal kapcsolatban is, hogy minél több ember megtudhassa, hogy milyen kiváló minőségű is a magyar méz. Az egészséges élelmiszer előállítása egyre nagyobb hangsúlyt kap a jövőben. Jó tudni, hogy a méz a cukorral szemben sokkal egészségesebb, hiszen egy olyan természetes anyag, mely segít az emésztésben, nem növeli a vércukor szintet annyira hirtelen, és sokféle ásványi anyagot tartalmaz.